A lépcsőházba. Néha-néha kibasztam, még ez így soha. Van egy fodrágyom, meg van két polcom. Ami az egyik polcon tanszerek vannak, a másikon meg a ruhák. A ruhák. És ennyi. Szóval ő se rendezkedett be úgy, hogy én hosszabb ideig ott lakhassak, meg egyébként sem. Hallod Balázs, és te mondtad, hogy te szereted az anyukádat. És te mehetsz hozzájuk bármikor? Ja. Gyere, gyere, gyere. És most hány éves vagy? 29 leszek január. Ha leszek. Ez az volt ilyen újraélesztésed? 21-szer. Mennyi? 21. 21. Miért te számoltad? Thank you.
ott jön a szemes. Igen. Magyar étterem kezdő, mert ámen paradicsom. A zsíros kenyér. Paprikával. Zetor, miért vagy Zetor? Egy csomó ember hívják Krisztinának. Egy csomó nő hívnak Krisztinának. De Zetor, az csak én vagyok. De udvarjas, várjál, Zetor, most én jövök. A Zetor, várjál. Fordítva te. Na. Kösz. Thanks. Köszi. Na, kérdezte, hogy hova valósi vagyok. Én megmondtam, hogy 5. kerületi. Akkor meg tudtál beszélni. Társulásról beszéltem, azt mondta, hogy nem hiszi el, mert kilóg a traktor kulcs a zsebemből. Na várjál, most akkor kiderült végül is, hogy miért Zetor. Kérek paprikát, meg reggel. Kiderült, hogy miért Zetor a Zetor? Uh-huh. Igen, de kilóg a Zetor kulcs a zsebemből, a traktor kulcsa. Igen. Ez rakjam már, hogy ünnepelnek vektekárnek van. Erre só van rajta? Hogyne lenne? De van még paprika is. Rendesen van rajta só? Van. Rendesen van. A fél üveggel kérem rá. Én is úgy szoktam az ünnepelni. Köszönöm szépen. Na, Júj, most a teába beleraktad a bort. Savanyú kérted? Egy a paprikát szeretnék rá. Milyen füzetet vettünk a Balázsra? 60 forintért. Tök jó, nem? Ez egy jegyzetfüzet. Most statisztika van benne, meg marketing, de... Jegyzetel maximum. Ellenőrzőmet akartam emulani. Megbukott. Ötös? Megbukott lóba. Felolvassad, hogy miből mi van? Olvasd fel, miből hányas vagy, figyelj! Igen. Statisztika 5-ös, marketing 4-es, reklám 5-ös, piackutatás 3-as, német 5-ös. És tornából fel vagy mentve? Én is? Ez középiskola utáni egy év technikumba járok. 5. évre. Mennyi? Marketing és reklámügyintézői képzés. Neurózisos depresszióm van, mániás depresszióm, politoxikománia, bipoláris személyiségzavar, bipoláris személyiségzavar. Pánikbeteg vagyok. És a kezelő gyógyszeremre vagyok rákattanva. Ami nagy mértékben fogyasztva drog. Egy drogfüggőből is, illetve egy alkoholfüggőből is gyógyszerfüggő megy ki. Az, amiért én bent vagyok. Végső jogilag hajléktalan vagyok, hát nincs lakcímem. Hát olyan lakcímem van, ahol nem lakom. Meg regisztrált hajléktalan is vagyok, de hát gyakorlatilag van, hol laknom. Már amikor itt van. Nem tudom. Ez drogfüggő? Az sem. Függő semmiféleképpen nem. Hát politoxikomán vagyok, de nem vagyok függő. Mert mi a különbség? Hát az a különbség, hogy a drogfüggő, aznak mindig kell, minden nap kell, vagy mit tudom én, nem. Én nem csak non-stop. Minden, amit bekattanak, akkor nyomok, utána nyomok egy hónapig, azt abba hagyom. Amikor meg eszembe jutok, szipuzok, azt utána azt is abba hagyom, már mondjuk azt ritkában. Szóval, hogyha így be kéne kategorizálni, ez hülyeség, de be kéne kategorizálni, akkor szipuzs, az vagyok. De most remélem nem, mert már nem. Aztán már két hete, több mint két hete, és nem is akarok. És kurva sokat alszom, gyógyszerek nélkül is.
Szóval, hogy tízé megy az orrétozás, meg hol lesz a régbe, hol az úgy össze magáról, hogy tudom én. Kurva sok a csótány, viszont rengeteg csótány van, de éjszak. Hát az első próbálkozásra gondolsz? Akkor 12 voltam. De ez csak egy ilyen alkalom volt, szóval az úgy volt, hogy kaptam egy ilyen drogellenes füzetet, az ilyen nagy A4-es lap volt, a Deák téren osztogatták. Akkor volt az olyan ember, arcú szatyrok voltak, meg mit tudom én, és kaptam egy olyan nagy füzetet. Úgy volt benne, hogy benne voltak egy tételesen adni kábítószerek, leírva, hogy mi micsoda, és akkor alá, hogy mit érzel, és akkor az alá egy bőve jó alá, hogy mik a hátrány, hogy miket, mi a szar benne. És olvastam, szipunát adtam, és azt mondja, a szipuzás. Egy nejlon zacskóba, de így volt, nejlon zacskóba szerves oldószert teszünk, majd fejünket belehajtva, mélyeket lélegzünk. És akkor zárója, hogy mivel lehet csinálni. És akkor utána az, hogy az ember nem hallja, ha veszekednek, meg kikapcsol az agya, meg stb. Tudod a hatásához. És akkor ott tartottam az olvasásba, és iszonyon üvöltözik anyám meg apám kint a konyhába. Na, meg is néztem, mivel lehet csinálni, tudod? Ah, technikó rapid, akkor még volt benne hatóanyag. Na, mondom, az van itthon. Kipróbáltam, és bezetettem egy ilyen zacskó, bedugtam a fejemet, olyan rosszul lettem, majd megfulladtam. El is dobtam, hogy én soha többet nem fogok szipuzni. Ez iszonyú rossz. És az első jó fél évig mindenkit szipuzott a moszkván. Aztán én mindig úgy voltam be, hogy nem. Élt bennem az az emlék, tudod, a technokó rapidda. Aztán azért... Hát mondom, kipróbáljuk, hát ez nem olyan. Tehát technokó, hát nem leszek. Azt láttam, hogy ők nem is úgy csinálják, mint hogy én, hogy az egész fejeket beledugják, hanem csak a szájukkal. Kipróbáltam, az bejött. Igen. Jó. Oké. Oké. Akkor egy cigit hozzá. Oké. Alkoholt. 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 Valamit, amit ő meg lehet döglelni. Valamit, amit ő meg lehet döglelni. Semmi, nem tökéletes. Jó. Oké. De siessél. Jó. Hát a Balázs az, hogy mondjam, úgy volt, hogy egyszer csak így, az első csávom az egy tök mellélépés volt. Mert én úgy voltam vele, hogy én úgysem fogom elveszíteni soha, már mindenkit rég elvesztett a szüzességét, már mit tudom én, már hamarabb smáltak, mint én, mindent hamarabb csináltak, mint én. És úgysem fogok semmit, nekem jó lesz az a gyerek is. És nem szerettem, és másfél azért voltam együtt vele, mert attól paráztam, hogyha elhagyom, nem lesz más helyette. És akkor utána így összejöttem egy-két emberrel, és akkor rájöttem arra, hogy hát van egy kis előnyöm abban a szempontból, hogy hát azt mondták lábbis a fiúk, hogy jó, kúrok. Meg hogy ez nincsen mondjuk rossz alakok se. Tehát hiába csúnya az arcom, hogyha felöltözök normálisan, amit mondjam, elmentem egy diszkóba, és úgy öltöztem föl, akkor az én is tudtam felszedni csávokat. És így elkezdtem így magam is bizonyos, és gyűjtöttem be így a csávokat, tudod? És akkor utána már, szóval Balázs már abban az időszakban jött, amikor már tudtam azt, hogy nem számít az, hogy csúnya az arcom. Mert nem számít. Amikor már komolyabb dolgokról van szó, akkor nem számít. És a Balázsra nem volt itt semmilyen izém. Amikor összejöttünk, a felszabom, összevesztem a Zsafóval. A Zsafó nem engedte, hogy szipuzol. És a Balázs, nem is ismertem. Csak ő is abban a bandában volt. És a Balázs meg, érzem, tudod, ülünk, és érzem, hogy valami iszonyú higítószaga van. És mondom, kiszipuzik. És mondom, Balázs, én miért, mi között van hozzá? Hülye vagy, kérek belőle. Mondom, a dobott a csapó, akkor legalább lehet szipuzni. Azt mondja nekem, hogy oké, megy ki egy töltésre. Kimentünk a romkertbe szipuzni.
tök aranyos volt egy egész úton. Ilyen volt, hogy volt egy ilyen utcazenész, zenét, gitán, és tök tetszett nekünk, tök bejött. És nekáltunk Tarhán azt, hogy bedobálhassuk az utcazenésznek. Ilyen olyan dolgokat csináltam, amit az ott soha. Tehát ez így apróság, meg mit tudom én, de én mindig a Tarhátom, akkor vagy piára tartom, vagy kajára. Tehát mindig, no, de ilyen nem, hogy az utcazenésznek bedobjak, ilyet nem csináltam. És ez annyira bejött, hogy valaki ilyen, hogy tök normális, meg olyan szabadnak éreztem magam, mert... Na mindegy, szóval... Akkor még a Balázs jó volt. És be volt állva, be volt askázva, mint később kiderült. Kimentünk a romkertbe, és akkor elkezdtünk smárolni, meg mit tudom én. És már majdnem odáig eljutottunk, majdnem kultunk, és megjelent egy ilyen rendőr, leigazoltatott, az elment, akkor így megint elkezdtünk smárolni, vagy mit tudom én. A gabbal szórakoztam, hogy mindig, amikor egy hajolt felém, és éreztem, hogy le akar kapni, és már nyert a nyát, mindig elfogyottam a hittem a fejemet. Szénideg lett, és így belarapott a nyelvembe, de csak így hülyeskedtünk. De közben fújtunk végig. Akkor megjött valami szápsz, ott akar aludni. Szóval nehezen elzavartuk, szipuszunk tovább, és mondom, van, és akkor elmegy pisilni. Elmentem pisilni, de egész úton szipusztam, amíg a bokorig elment, és elfelejtettem, hogy ott van. És megláttam így a Váci utcát, és ilyen ködös rémképpen van, hogy hazament. Fogtam, azt hazamentem. És olyan jó hámed úton voltam, akkor ezt, bazd meg, a fiút meg ott hagytam, mert elfelejtettem közben ugye a nevét. A csávot meg ott hagytam. Szóval itt ott hazamentem, és kijött, hogy akkor meg volt vidéken lakott, az majdnem megfogyott reggelre. Azóta is emleget, hogy majdnem megfogytam a romkertben. Szia, kincsem! Jó. Hallod, tudod mit hozzá? Kaját. Kus. Neked. Kinek? Figyelj, de bazdmeg. Kaptunk ezért két zsák gyümölcsöt. Most nem mondjad már nekem, hogy nincs belőle. Csak anyja megy, hogy behozta. Na, az tökéletes. Jó van, cicavirág, csak igyekezzél. Mert itt várnak rád. Jó, oké, de akkor igyekezzél, ne tévézzél. Helyzet van, most tudod mi van? Az van, hogy felépül, tönkreteszi magát, felépül, tönkreteszi magát, érted? És nem épül ő teljesen sem, mert hogyha legalább meghízna, meg mit tudom én, normálisan jó pazva lenne, és onnan menne meg lefele, érted? Az még úgy azt mondaná az ember, hogy jó, mert legalább egy darabig bírja. De egyre kevésbé tud regenerálódni, érted? Erre szarabb állapotokban marad. És ennek óvatlanul az előbb-utóbb a halál lesz. És akkor erre még rászámolom a májapacét, meg a többit. Ugye a kedves dolgokat. Érted, szétbasztom már mindenét. Az összes szerve tönkre van már menve. Még, én nem tudom, csoda, hogy még a szívelem kárdoskodik. Szóval, te nem tudom, teljesen ki fogja így magát csinálni. Azt várom tőle, hogy a mellém álljon az ilyen dolgokba, érted, mint hogy normálisan élni, tudod? Mert
Nem hiszem el azt, hogy az utcán egész nap csak inni lehet, meg mit tudom én. Hogy nem, hogy ugyanabban az erőben, amivel összetarálok mondjuk nyolcsira, ugyanabban az erőben nem lehetne összetarálni egy mozira, érted? Vagy hogy nem lehetne, mit tudom, beülni egy könyvtárba, ami viszont tök ingyen van, és még melegbe is van az ember. Szóval, hogy normális dolgokat nem igaz, hogy nem lehet csinálni. Tehát mindig azt mondja, hogy merüljük utcán van. Ez nem válasz. Milliós mű ember él utcán normálisan. És nagyon sok olyan ember van, aki nem iszik, nem dohányzik, nem nyom, semmit nem csinál, és mégis is az utcán van, és mégis él. Nem halt meg. És én nem akarom tőle azt, hogy most ő több tiszta legyen, vagy mit tőle, vagy elmegyen dolgozni, mert ezeket tudom, hogy lehetetlen. Szóval nem kívánok tőle olyasmit, amit tudom, hogy nem tenne meg. Csak annyit, hogy egy kicsit más hozzáállásra legyen, hogy akarjon lépni egyről a kettő. Én akkor találnék olyan munkáját, ahol jó keresnék, vagy akármi, mondjuk annyira jó, hogy eltarthatnám kettőnket, és simán eltartanám őt. Nem kéne semmit csinálni. Mit tudom, beszállna annyiba, hogy elmegy reggelente tarhán, az kész. Ilyenek voltak, hogy fél hétkor haza kellett mennem a játszótéről, mert gyerek vagyok ahhoz, hogy fél hét után legyek a játszótéren. De ahhoz már nem vagyok gyerek, hogy hajnali fél kettőkor fölöltözök és lemenjek borért. Szóval, és ilyen kattanások voltak, és annyira kusza volt az egész, hogy semmi rendszer nem volt benne. Tehát nem, egy biztos pont nem volt az ember életében. Az öcsém? A most éppen számítógép, meg Harry Potter függő. 10 éves, nem nagyon váltom. Nem csipázom az öcsémet, az öcsém most sok mindenben hasonlít rám. Beszélgettem én is így sok cuccossal, és megkérdeztem tőlük azt, hogy megbánta-e vala is, hogy így alakult, az a cuccos lett. És mindenki azt mondta, hogy nem bánta meg. És amikor megkérdeztem is, hogy a gyereked, akinek volt gyerek a tótkeszembe, hogy lenne gyereked akkor, és megtudnád, hogy akármit csinál, mit csinálni, és mindazt mondta, hogy szétverném a fejét. És ez így elég paradox, hogy én nem bántam meg, de az Attilának nem hagynám. Azon semmi közöm hozzá, ez a kettő az enyém. Ez meg a... Hát ott a cigarettám, ugye. Ez a két póc az enyém. Itt van a tanszereim, meg a többi szarság. Meg itt is, amit tudunk van, itt meg a Balázs cuccai vannak. Meg amiket így bedobálgatok. Ezek itt a Balázs holmiai. Meg van ott két üveg, azt majd visszaviszem. Ja. Ezt kaptam a nagynénémtől. Itt van. Tengeri fűző. Majd, hogyha ala egyszer lesz egy kádom, akkor fölhasználom. Vagy elajándékozom. Értelmes olyan, legértelmes. Sok hülyeséget kaptam én már a nagynénémtől, ez a 20 akárhány év alatt, de tengeri fürdős volt, amikor nincs is kád, az nem semmi. Ma tudod, mi volt a mai reggel program? Arra kellettem főleg. Anyámnak van, hány CD-d van karácsonyi? 3? 5. Szóval lejátszottam mindet le, szerintem. Nem játszottam. Egész délelőtt ilyenek voltak, hogy Merry Christmas, Merry Christmas. De jó, hogy így csak délben kertem föl. Reggel arra kertem. Tudom, mit álmodtam? Azt álmodtam, hogy egy tök drága szórakozó helyen voltam, az utolsó pénzemből befizettem. Milyen? A beugrót, bementem, és ilyen truci zenét adtak végig. Azt álmodtam. Az jó. Ilyen zenét hallgatja egész délelőtt. De nem erről van szó. Hanem azok a nyavajgásokról, a Merry Christmas, meg a többi, én ezt úgy utálom. De így ezt a végt, és meg kellett tennem. Jó, hogy nehéz volt, de... Emlékszel majd Pálna csatára? Ezt így járok egy egyházba, és ott kaptam ezt a tanácsot, hogy adjak nekik egy határidőt, hogy meddig egy hónapot kaptak, hogy... vagy... normális életet élnek, és akkor maradhatnak, vagy akkor szerezzenek valamilyen állást, meg albérletet, és akkor menjenek el. És aztán így... De akkor mi abba hagytuk volna egyébként? Csak úgy az volt, hogy akkor te már mondtál egy időpontot, egy dátumot, és akkor nem mindegy, akkor ne. Azt a pápot használjuk ki, még amíg figyelj. Van gáz, és csináljuk a teát. Figyelj, a következő történt azóta, a Kriszta azóta leszokott a kábítószerről, leérettségizett 5-ösre. Kábítószer. Csak a Balázs maradt. A Balázs egy abszolút értelmes, okos fiú. Szörnyen elkényeztették, ugye az anya az állandóan a fiam, ugye mindent rárakott, minden, jó, én is.
De mondjuk ő, szóval, hogy mondjam, ő nem, ők nem kicsi korútól kezdve. Most ők ezt nem kisebbíti az én hibámat, szóval az én dolgaimat, ez abszolút nem kisebbíti. És tehát elkényeztette, és akkor csinált belőle egy ilyen, ilyen önsajnáló valakit, akinek ugye csak a saját problémája a fontos, csak arra tud koncentrálni, nekem mi fáj, én fázom, én éhes vagyok, kész. Az, hogy a másikkal mi van, tehát egy ilyen egoista fazon. Van nálam annyi pénz, bazd meg, hogy megígyunk 4 házmestert, és mehetünk valami. Veszünk egy bort, meg megiszunk 2 házmestert a potykába. Tök jó, mert 2 liter, 2,95. Plusz most átöltözöm, ha minden igaz. Ott a lépcsőházba, ebbe a mínusz 1000 fokba. Nem megyünk bele a potykába. De én nem fogykázok, cica. Majdnem úgy is ad üvegeket. Veszünk valami izé, hozzávalót a kajához. Legalábbis remélem. És akkor tudunk enni és egy jót. Szia húsom, én vagyok az Balázs. Na, figyelj húsom. Kell lennének a ruhák. Mondom, kellenének a ruhák, meg amit izé, mondtam, hogy mert tegnap jöttem ki a kórházból, meg amit mondta, hogy tettél nekem kaját, meg cigit. Valamit készítsél, jó? Itt vagyok a Bosnyákon. Hát mi lenne semmi, de én át akarok költözni, meg... Mondom, át akarok költözni, meg éhes vagyok. Haló? Jó, szia! Ez tiszta csoda. Mi történt? Azt mondta, hogy gyere föl. Mehetünk föl? Azt mondta, hogy gyere föl. Nem jön le. Kiválogatom a cuccokat, eltöltöttem vele a izét. Te meg fogja érezni a hígítosszakot, akkor ki fog az zavarni, hogy alá faszálnak. Úgy csenged be, hát. Azért nem jön le, mert hideg van. Ne. Logikus. Kiválogatom. Meg biztos nem akarja lecipelni azt a sok ruhát. De én abból is csak válogatok. Na menjünk már akkor. Adj egy cigarettát. Én még reggel óta infartust akarok kapni. Nem tudom. Reggel akartunk baszni, aztán jöttek, mentek a lantikot. Na. 4-szer jöttek. És 2 lakás van. De az anyjából nem jöttek, hogy most kijöttek. Miért ti? Én aludtam. Ne aludj, de például a kisebb, mert csak a versen is kiválogassam.
Nincs mit kiválogatni. Ami ekkora gyereknek való volt, én azt már kiválogattam és odaadtam a szomszédba. Menjél. Tessék? Menjél. Hát csak nem képzeled. De igen. Kávé, cigi? Büdös holmit én tároljak itt. Nem, hát általában lejön csak az anya izé elé, ház elé. Hallgatunk egy pár sort a hítóról, aztán mondhatja a szatyrokot, azt visszajön. Nem nagyon szokta fölengedni. Szóltál? Szól, igen. Igen. Gyökér. Mennyi üveg van? Na, az jó, de tudunk venni kaját. Azt mondom. És mennyi kaja van? Mondtam, hogy egy májkrém. Egy darab májkrém? Igen. Mert minden kibaszott muterom szokás szerint. Amikor kellett volna, nem jöttünk. Cigarettát? Az van. A motor, hogy ne vigyél hozzá semmit, de te olyan gyökér. Bolond, hát de figyelj, én nem fogom cipelni. Rád meg nem lehet egy alsógatyát. Miért nem lehet nálam? Megmarad, bassza meg. Én nem dobálom ki, még akkor sem van vissza van. Megmarad, csak nem jutok hozzá soha a büdös életbe. A fasz nem jut hozzá. Még én anyám jó, hogy hosszus könyörgésed a benne. Szegénynek nincs izé, fogyasztás. Szerinted most mit csinálok fél szemmel? Vegyünk kenyeret először is. Minek ott van még a izé? Mert van. Ja, csak belétettem ki, mert fájt. Ez negyed kiló, az semmi. Hát, vegyünk már egy feles banánt. Egy feles, itt a korsófást, a dinamitálás. Felek meg van felvágottad, megflamoljuk a kenyeret. Veszünk egy egyet is. És nem eszünk. Nem, veszünk egy felest és veszünk felvágottat a kenyérhez. Én rám hallgassanak, fél decis. Balázs, fél decis és felvágott. Fél decis és felvágott. Nem, egy decis. De, nő uram, egy fél decis. Nincs is egy decis, te hülye, két decis van csak. A fél decis körtét szeretnénk. 88. Menjünk és 2.40. Mi van? 152 forint. 152 forint. Akkor 152 forint. Kenőmájat. Párizs, anyád párizsi. Akkor? Most én kezdem, mert te... És mi a szállapot? Én nem olaszozok, hogy nem párizsizok. Figyelj, Balázs, 152 forint, van nem egy millió. Nem érdekel.
Milyen vagányon szívem. Hozzam ezt a nejlon zacskót? Rendes legyek? Rendes legyek. Az ő táskára, érte, pusztán jó szándékból cipelem helyette. És üzé... Nem, hogy örülne neki, hogy tudok menni. Na, tessék hozni, tegyek, basszalak! Vedd föl! Neked lesz a három cseki, úgy sem nézel már ki hülyében. Nem hülye. Azt tudom, hogy nem. Nem a hatból indulj ki. És ott feküdt mellettem, és csörgött az acskóval, meg iszonyú, hát szaga van, mert amikor nem szifuzok, akkor engem is baszottul zavar. És mondtam neki, hogy álljon föl, és tűnjön el arról az emeletről, menjen vagy két emeletet lejjebb, mert nem tudok aludni sem a csörgéstől, sem a szaktól. És húzzon el onnan, mert ki fogom lukasztani az acskóját. És akkor így hosszos egy olyan fél órás veszekedés után fogta magát föl át, és lement két emeletet. Én meg lefeküdtem, feküdtem körülbelül 2 percig, és akkor megjelent a Balázs, elcsomózta az acskóját, és azt mondta, hogy ja, mert mondtam neki, hogy neked a higító fontosabb, mint én, és hogy menjél el innen, és ott szipuzzák. És visszajött, és egy olyan 2 perc, ha visszajött, összecsomózta az acskót, és azt mondta, hogy nekem te fontosabb vagy. Lefeküdt, és levegült mellém, utána az elalvásból az lett, hogy hajnali, nem tudom, hogy meddig beszélgettünk, aztán meg én is tudtam. De mindegy, de tök aranyos volt. Ez a lényeg a dolog. Ez is. Ez, ja nem, ez csirke. Tök jó, ez még meleg, lerák csalom. Kurva anyját most volt üdítés. Tájékoztatjuk kedves utasainkat, hogy a Pisa Express Moszkva Csok Zához szólnak. Előre láthatóan ügyetlen szerződési. A késésért szíves türelmet kérjük. Mindjárt várjál, mert akarod. Tényleg megyünk ma kölyába? Nem megyünk ma kölyába, maradjál tetves. De már úgy unom, azért nem tudok köszönni senkinek, még mit tudom én. Kis Krisztus megölett volna, azt mondom neki, mert nem ölellek meg, mert fokas volt. Egyszerűen olyan volt, hogy elmentünk zsírosba, és úgy, hogy letarhált a Balázs egy faszit. És azt mondja neki a faszit, hogy nem ad pénzt, de bemegy vele a közébe, és megvesz mindent, amit akarsz. Balázs kijött ilyen több joghurttal, téli szalám, meg ilyen kaják. És leültünk egy ilyen parba, hogy olyan reggelit tettünk, mint nem tudom, mint a több gazdag emberek esznek. Több nagy volt. Zsírosba indultunk el, kurva jó volt. Meg kaptunk ilyen pizzabont, azt a Don Pepébe ingyen családi pizza, de annyi pénzünk nem volt, hogy ketchupot vegyünk rá. Bemegyünk ott, koszosan, büdösen, higítószagúan, tacsövesen szakadtam, Balázs így megáll. Egy tengergyümölcsöpizzát szeretnék.
Meséld el a izét, a meleg szandvicskrémet, a whiskászban, azt hogy kell csinálni? Semmit, vörös hagymát apróra vágni, whiskászsal összekeverni, rákenni a kenyérre. De kellett bele só, mert a whiskász az tök só. Hát jó, hát ízesíteni vegetával. Vegetával, só bele, rárakod a meleg szandvicset, be a sütőbe egy kis sajtot a tejére. Szuper karik. Én szeretem, hogyha valami fűszeres, tehát hogy van íze, mert ezt ne becsértél meg. Anyukád nagyon ízetlenül főz. Ma van a születésnapom. 29, ez az utolsó, mert meg fogunk dögleni. Ez biztos. Azt nézem, mennyi pénz van még nálam. Irataim megvannak. Anyakönyvi zárójelentés. És itt van a nagy dokumentum, az anyakönyvi kivonat. Születési anyakönyvi kivonat. És így. Kereskedelmi diplomaták voltak útereik. És merre voltak mind diplomaták? Peking. Utána hazahoztam Moszkva. De nem volt rossz dolgunk. Nem panaszkodom. Szeretem a Láncid a világon legszebb. A világon nincsen szebb dolog, mint a Láncid. Én itt laktam két utcával lejjebb. Ha valami bajom volt, akkor mindig lejöttem ide. Ide leültem a rakpartra, néztem az éjszakai Láncidat, és az a nyugalom, a béke, érted, amit a folyó áraszt. Ez egyszerűen semmihez nem fogható. Semmihez nem fogható. És ha akárhol megyünk, látom a esti, főleg az esti Láncidat, én teljesen odáig vagyok, mint egy szóból lenne, vagy egy kép, vagy akármi. És az a nyugalom, az a béke, amit nem tud megadni a város. És ettől Pest. Szóval, hogy mondták a pécsiek is, hogyha Duna ott folyna, akkor Pécs lenne a főváros. De Budapest az ettől az. Műanyag lakod. Alod! Várjál már. Jó? Krisz, adsz egy kicsit. Hát, nem egy kicsit, nem aztán. Még egy kicsit. Csakjönnek a többiek, öntsön még egy szöppel. Én attól. Szöppentek. Holnap majd veszünk. Nem, én az igazság, hogy én azért örülök, hogy itt vannak a Balázs meg az Etor. Azért örülök, hogy itt vannak, mert nem vagyunk magunkban. Nem vagyunk magunkban, szóval ez kurva jó, hogy eddig itt, akik itt aludtak, meg akik itt laktak, azok nem olyan társaság, nekem nem voltak a társaságom. És kurva jó az, hogy átjövök a Krisztivel, leülök ide szipúzni, beszélgetni, hülyéskedni. És tök jó, hogy itt vannak.
Mióta itt vagyunk, azóta az Erzsi nekem nagyon jó barát lett. De a szerdesen szomszédon barátilag szomszédolunk. Szomszédok vagyunk. Szomszédok vagyunk. De ez különben jóba rosszba, hogyha úgy veszed, jóba rosszba mindenbe. Nézd, az a lényeg, hogy a hígító, ha megvan, az megvan. 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 Az megvan. Az megvan. Nekünk megvan. És ti mióta hígító osztok? Hát én 16 éve. 16 éve. 16 éve. Én 3 hónapja. Legelőször teljesen véletlenül rúgtam be. A Volga partján, nem is, hazudok, Bajkáltónál. És ugyanolyan citromos üvegbe volt a vodka, mint a víz. Én meg meghúztam. Akkor ittem először. Nem tudtam, hogy mit iszom. Azt hittem, hogy valami jófajta izé. Víz, vagy valami, vagy üdítő. És utána derült ki, hogy vodka. Adja. Adja. Zsiszti. Rengeteg kaviár volt. Adja. Úgy mérték a kaviárt, olyan cuccból, mint itt a fagyit. És lehetett választani, hogy piros, fekete, nagy szemű, kis szemű. Biztos, hogy van kemencet. Na, biztos, hogy van kemencet. Varázs. Biztos, hogy van kemencet. Kedvenc kaját. Hú. Ez egy nehéz kérdés, mert nem válogathatok. Nem vagyok abban a pozícióban, hogy válogassam. Van kedvenc kaját. Biztos, hogy van. Biztos, hogy van. Mit, én nekem is van. Nekem van. Ha bevennék egy vendéglőbe, akkor azt mondanám, hát hogy bőség szállat. És mi a kedvenc kaját? Mi a kedvenc kaját? Abba van hal, kujka, minden. Szeretnél kínait? Szeretem a kínai kaját. Én amit szeretek, használom Gordon Bleu. Azt nagyon tudnám értékelni, de hát most... Csak nincs rá pénz. Nincs rá pénz. Rántott gomba. Rántott gomba. Rántott gomba. Hát igen, ez most a szülinapi bulit, nem? Nem tudok. Szipózunk meg minden, de meg akartam nektek mutatni azt a helyet, ahol alszunk. De
Itt maradunk. Maradunk itt. Csak... megyek haza. Mert holnap iskola.